Folytassuk akkor a testület ülést az ötös ponttal. Freudi elszólás volt. Bocsánat. Petőfi Sándor általános SMS-ének megtárgyalása. Ezt szeretném azt mondani, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta, és olyan döntés született, hogy ha egy-két dolgok még belekerül, vagy utalás történik a mai napon, akkor tárgyalja a testület. A jegyzőasszony is átnézte, és az igazgatóasszonnyal való hármas egyeztetés alapján az a vélemény alakult ki, hogy tárgyaljuk, mert ami most nincs konkrétan kinyomtatva, de kell vele, azt most elmondja az igazgatóasszony. Adom is a szót. Az a munkatörvénykönyveseknek a foglalkoztatási jogviszonyban való föltüntetése, mert az alapítókiratban is szerepel. És a másik pedig az AMR-nek a szabálya az engedélyezett létszám. Tehát nem csak a tanulói létszám, hanem a pedagógus és a fizikaiaknak is a létszáma. A többi az elhangzott, és ez így is van. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés hozzá? Ha nincs, akkor aki... Igen? Én csak azt kérdeztem, hogy az SMS-ben még kell beleírni az engedett létszám, az mindig változik az önkormányzat éves költségvetése szerint.
Nem tudom, csak kérdezem, hogy azt miért kell belevenni, mert elég akkor mindig módosítunk SMS-t, hogy ha jövőre 2011-ben azt mondjuk, hogy mit nem 37, hanem 35, akkor SMS-t is módosítani. Kérdezem én, hogy muszáj vele tenni? Nem mindig változik, csak változhat. Mondom, változhat, hogy muszáj vele tenni? Jó. Olyan sokszor nem változik, mert az engedélyezett létszám az ugye azt jelenti, hogy az alatt lehet, de nem lehet, és ez inkább azon a kereten belül mozognak az önkéntünk. Jó, van-e még kérdés? Akkor aki bizottság javasolja, aki egyetért azzal, hogy az előbb elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra kerüljön a Petőfi Sándor Általános Iskola SMS-e, azt tegye fel a kezét. Egyhangú. Köszönöm szépen. Következő, Petőfi Sándor Általános Iskola fűtésének megoldására javaslat. Szintén a igazgatóasszonynak adom először a szót, utána pedig a Szőke elnök úrnak. Bár 99 helyig benne van, jelenleg a meghibásodott talán bevizsgálását követően javítási költségei figyelembe véve legyen megjavítás, maradjon meg tartalékként, amennyiben javíthatatlan kikecsele. Az összes többi az. Én csak ezt most olvasom ezt a határozatot. Erről nem volt szó, már bocsánat elnök úr, hogy a második bekezdés, a kazán kés beszerzés kapcsolatban 300 ezer fölöttől belőző költség, az iskola dolgi kiadás legyen picit. Erről nem tárgyalhatunk. Konkrét ízet, tehát erről nem tárgyalhatunk a pénzügyi, csak hogy legyen megcsinálva, és 300 ezer. Jó, csak kérdezem, akkor ez így van. Belefér a blogiba, jelen esetben akkor így is lehet, ha nem fér bele. A blogiba teljesen nem fér bele, most tulajdon 100 ezer blogiba, de azért reméljük, hogy azért tudunk úgy szállni rá, de mindenképpen azért valamilyen szinten támogatás is kellene, ugyanúgy. Persze, legfeljebb, ha nem elég az, akkor visszakérdezik. Ezt a berakják, ezt a kazán 2-3 hónap alatt meghozzám ezt az árát a kevesebb gázfogyasztással. Mi is ebben reménykedünk? Az a kérdés merült fel egyébként, hogy az nem problémája, hogy 6 vagy 7 éve el a kazán. Tehát ezt nem én kérdezem, csak tolmácsolom, hogy ez nem gond, de az állagát, gondolom azért a szakember megnézte, tehát ezzel együtt vállalta. Garanciát vállal egyébként, tehát hogy beszerelés, akkor ez biztos, hogy működik. Jó, mert ezt meg kell majd kérdezni. Nehogy az legyen, hogy tényleg 7 éves állás után mégse lesz jó, kiderül fél év múlva.
Jó. Jó, hogy akarok erre hozni, ezt a kazánt sem szokták megnézni, hogy föltöltik vízzel, tesznek rá egy légtartályt, és megvan ennek a kazán ellenőrzési mottója, ezt megnyomják levegővel, és nem tudom 24 órát, hogy nem tudom mennyit kell állni, az alatt nem csökken a, a tetén lévő nyomásnak, ha ezért akkor megfelelő a kazán, tehát akkor nem. És ezt túlnyomáson csinálják meg, tehát akkor a kazán, ez ekkor nem jut a csurgás, akkor a kazán jó. Jó. Tessék? Beszerelés előtt. Most kiszerelés előtt csinálják, meg ott a helyszínen, tehát a csatlakozásokat lebontják, bevakolják őket, és ott helyszínen megcsinálják egy nyomáspróbát. Nem, egy kis első hozzáadás onnan. Persze, persze. Ezt így csinálják. Tehát ezt el kell, majd mondani a szerelőnek. Nem kell, mondom, ha én tudom, akkor fogják tudni. Ja, csak fölmondtam. Aztán erősnek erős lesz a hangja. Szóval. Kétszer is kapaszok. Én igazítom ehhez a kazánhoz, de a fűtésre szeretnék szólni az iskolában, hogy ma kovafűtés volt, és ugye volt ott két osztályteremben radiátor, voltak radiátorok, amelyek lyukasak voltak már 4-5 éve. És hát most nyáron vállalkozó segítségével behegeztettük, és hát most máshol lyukat a radiátor. Tehát a kérdésem az, hogy ugye múltkor volt szó, hogy ezek drasztikusan szerelték le ott a radiátorokat, vagy valami megoldás, mert az nem megoldás, hogyha most megint elzárjuk a most jelenlegiadban megoldás, de télvíz folyamán ugyanúgy nem lesz meleg abban az osztályteremben, hogyha egy olyan radiátorat kevesebb van. Tehát, szóval azok is problémásak. Nagyon-nagyon nagy, hogy itt hosszú távon, tehát az önkormányzatnak az ő. Maradtak radiátorok, az ugye, mert 40 volt. Tehát csak az öntvényekről volt szó. Vannak alumínium lakradiátorok, egyébként azokat kell megnézni, erről volt annak idején döntés, hogy azok maradnak és át kell vizsgálni. Jobbnak tűnök megmaradtak. Hát inkább van messze. Megnézik, és akkor kell akkor. Jó, köszönöm szépen. Bányai úr megjelentődött, hogy a lakokat. Köszönöm, polgármesterről. Annyit szeretném mondani, hogy hogy nem tavaly ez a kazán működött. Ennyi. Tehát a selfagyúrod festett, dolgozott és működött. Az én bocsánat, biztos, hogy nem működött, száraz a kazán, nincsen gáza, gyengúzom, úgyhogy biztos nem használta. Jó, akkor mindegy, megnézzük. Sugárzó dolgozik. Jó, akkor aki azzal egyetért, hogy az előbb említett kazánt először is szakmailag megfelelően ellenőrizzük, és hogyha utána jó, kiszerletessük, átvitessük, beszereltessük, stb. Súgsuk, így. Aki ezzel egyetért, azt tegye fel a kezét. Egy hangjuk. Jó. Köszönjük. Az üresen álló önkormányzati lakások további hasznosítása. Egy kicsit azért összefügg a 8-as